Kedves nézőink, több évtizedes fennállása alatt megszámálhatatlanul sok elismerést kapott a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió. 15 évvel ezelőtt, 2004. októberében kínai és olasz sikerekről számolhattunk be. A következő percekben ezt a beszélgetést idézzük fel. Sikersorozatról számolhatunk be a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió házatájáról. Külön díjat kapott a kínai Changzhou-ban megrendezett animációs és digitális művészeti fesztiválon Horváth Mária a Magyar Népmesék Cerceruska című filmje. Farkas Antal Jama, a Magyar Grafikai Stúdiók Egyesülete Arany Rajzszög díját nyert el kulturális grafika kategóriában a 6. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál arculat tervéért. Mikulás Ferencet, a stúdió igazgatóját pedig az Olasz Filmművész Szövetség Max Maximino Garnier díjával büntették ki a magyar és a nemzetközi animációs kultúra érdekében végzett több mint 3 évtizedes munkájáért. A díjazottak, a kitüntetettek közül ketten vannak most itt. Köszöntöm Horváth Máriát és Mikulás Ferencet. Annak idején, amikor a kecskeméti delegáció elutazott Kínába, akkor szót ejtettünk erről itt a műsorban is. Pontosan kik voltak a tagjai ennek a delegációnak, hiszen nem egyedül voltál ezen a fesztiválon. Igen, 5 voltunk Magyarországról, Budapestről Patrovics Tamás filmrendező, Kecskeméti stúdióból Szilágyi Varga Zoltán, Nagy Lajos és Úri Gábor, aki nem stúdiós ugyan, de nálunk csinálja a filmjeit. Gondolom, hogy mindenkinek volt valamiféle verseny alkotása. Persze, úgy lettünk meghívva, hogy beválogatták a filmjeinket, és kaptunk egy meghívást. Ki mivel volt ott? Ki mivel volt ott? Milyen alkotásokat? Népmesével voltam én, meg az egyedi filmemmel, a Mesél a kővel, Nagy Lajos is népmesével, Szilágyi Zoli a Koan című filmjével, és Uri Gábornak mi a filmje címe? Igen. És a Patrovics Tamásnak meg a Vigyázat absztrakt című filmje. Amikor az ember elindul egy ilyen nagyon távoli világba, ahol egészen más a kultúra, gondolom, hogy azért nem nagyon jártatok még Kínába, legalábbis feltételezem, akkor van valamiféle előkép vagy elvárás, vannak remények esetleg, hogy mi minden várott rátok? Mennyire teljesültek ezek az előképek, ezek az elvárások, és mennyiben értek meglepetések benneteket? Hát nagyon nagy izgalom volt egyáltalán, hogy fejünkbe vettük, hogy jó lenne ide kimenni, és hogy erre sikerült némi támogatást szerezni, hogy el tudjunk indulni. És hát persze egy annyira ismeretlen és annyira távoli közben ország. Néhány olyan felvételt látunk, amit te készítettél egyébként? Igen, igen. Hát mindenki fotózott. Mindenki mondanom fotóz. Sem kell, úgyhogy több száz fotóval jöttünk vissza. Szóval, hogy az ember azt gondolta, hogy ez talán nem is ezen a bolygón van. És elég sokat tudunk Kínáról, de kevesen járnak ott, akik olyan impressziókat, benyomásokat el tudnak mondani. Most mi egy hetet töltöttünk ott, ugye ez nem sok idő, de arra elég volt, hogy tényleg tátottuk a szánkat, rácsodálkoztunk mindenféle dolgokra. Nagyon furcsa ellentmondások vannak az országban, nagyon érdekes volt, de minden pozitív volt. Tehát minden napunk olyan volt, hogy este úgy köszönetet mondtunk, hogy hú, de jó, ez is jól sikerült. Milyen volt ez a fesztivál? Ezeken a képeken, amelyeket az előbb láthattunk, nagyon sok gyerek szerepelt például. Nagyon nagy hangsúlyt vettetek arról, hogy legyen ott a fesztiválon gyerek közönség, akiknek megmutatják ezeket a filmeket? Hát ez egy érdekes volt a fesztivál maga. Nagyon nagy eseménynek számított, mert mindenütt, tehát az egész város fel volt virágozva, plakátozva. Nagyon odafigyeltek rá, a kulturális miniszterelnök asszony helyettes nyitotta meg. Tehát ugye, hogy egyenrangos dolognak számított. Rengeteg gyereket, hát azt hiszem, hogy kivezényeltek így a megnyitóra, tehát olyan mérhetetlen sok pirosnak kedves kisfiú, meg kislány volt ott, hogy hihetetlen. És hát a politikai szereplők is nyilván ott voltak. Tehát volt egy ilyen furcsa hangulat az egésznek, talán a képekből is valami visszajön. Rengeteg zászlóval, rengeteg ünnepi beszéddel, tehát nagyon-nagyon furcsa volt az egész. Ez először volt most nemzetközi, ez a fesztivál náluk, tehát ez egy régóta nemzeti fesztiváljuk ez, de most meghívtak 17 európait, illetve Kanadából is voltak. Hát úgy éreztem, hogy nyitni próbálnak, tehát kíváncsiak, és nyitni akarnak, és belekerülni a vérkeringésbe. Milyen körülmények között mutatták be a
te filmedet, a Magyar Népmesék sorozat egyik darabját, és milyen volt a fogadtatás? Hát igen, tehát nagyon profin volt megszervezve a fesztivál, tényleg minden kellékkel, minden csodálatos volt. Csak például nem volt egy versenyprogramunk, és nem is értették, hogy ez miért kell nekünk, hogy mi megválogassuk, hogy mit akarunk megnézni. Jött egy busz, az elvitt a moziba, és akkor megnéztük, ami ott elment. A saját filmeteket. Ja. Azt is akár, és hát például abban a moziba, ahová bennünket vittek, ott alig volt közönség. Pedig hát az ember arra vágyik, hogy lássa, hogy egy más kultúra hogyan fogadja a munkáit. Úgyhogy ez egy picit ilyen furcsán történt. De hát, na hát nem is a moziba töltöttük azért az időnket, mert vagyis hát csak egy részét, mert rengeteg látnivaló volt, és hogyha már az ember ide elkerül, akkor sok-sok mindent meg akar nézni. Ugye Kína olyan sok területen előre tör legalábbis, azt látjuk, hogy a gazdaságban, ugye most a sportban is azt tapasztaltuk. Ezt lehet tapasztalni az animációs művészetben is? Meg tudtátok ezt nézni, tapasztalni, hogy milyenek ezen a területen? Azt hiszem, ott még kezdők, tehát láttunk ilyen egész estés film terveket, rengeteg diákfilmet láttunk. Tehát próbálgatják ők is a technikákat, De még nincsenek ott, ahol még az láttam, hogy nem. De való igaz, hogy olyan hatalmas fellendülés van az országban, hogy szemmel látható. Most Kínából ugorjunk egy kicsit távolabbra, vissza Európába, Olaszországba, hiszen Mikulás Ferenc itt kapta meg ezt a bizonyos Max Maximino Garnier díjat, amit most egy picit így meg is tudok mutatni, amennyiben ez sikerrel jár. Ez egy ilyen nagyon szép üveg tárgy. Nem is tudom, minek nevezzem. Amit ugye az indoklásban az szerepel, hogy a 30 éves munkádét kapta tulajdonképpen két területen, egyrészt mint a stúdiónak az igazgatója, másrészt pedig mint a fesztiválnak az igazgatója. Én úgy gondolom, hogy mind a két munkaterületen nagyon sok olyan pillanat lehetett, amit nagyon nehéz volt esetleg áthidalni, megoldani, feltételezem legalábbis, hogy ilyen pillanatok voltak. Én mind a két területről úgy elgondolkodtam, hogy vajon nekem, hogyha én igazgató lettem volna, mi okozott volna nehézséget. Én azt gondolom, amikor önállóvá vált a Kecskeméti stúdió, akkor nagyon nagy volt az esélye annak, hogy ugye elvész a bérmunkába pusztán a megélhetés kényszere miatt, és hogy megszűnik, mint önálló művészeti műhely. Végülis nem ez következett be. Ez nehéz pillanat volt valóban a stúdió életében? Nehéz is, meg nem is. Az a helyzet, hogy nagyon szerencsés ember vagyok. Olyan kollégáim vannak, akik az alkotó művészet területén és ha adott esetben pedig az alkalmazott művészet területén is jól tudnak dolgozni. Tehát magyarul szerzői filmeket is tudnak csinálni, és utána nem ment különösebb problémát, hogyha egy külföldi megrendelés egy koprodukcióban vagy bérmunkában kell részt venni. Most ez a szerencséje tulajdonképpen a stúdiónak, más stúdiókkal szemben, mert van, ahol csak szerzői filmeket tudnak csinálni, van olyan stúdió, vagy volt olyan stúdió, ahol csak külföldi bérmunkákra specializáltak magunkat. Nem szerencsésen kiegészíti a két dolog egymást. Természetesen a 33 év alatt, most annyi idő telt el, mióta a stúdió létrejött, sok nehéz pillanat volt, meg könnyű pillanat volt. Más szempontból is szerencsés vagyok, mert az előbbi sikerek, ezt úgy élem meg, mint a saját sikeremet is, tehát a Horváth Mari, hogyha Kínában díjat nyer, vagy Japánban, mint előtte a népmesével, másik népmesével szintén, akkor úgy érzem, hogy nekem is közel van hozzá, és hát fordítva is, hogyha valakinek valami kudarca van a stúdióban, vagy olyan problémája van, az az én problémám is. Ugye a másik fontos terület a fesztivál szervezés, hiszen ugye Kecskemét fesztivál központ lett az animációs fesztivál jóvoltából. Azért azt gondolom, hogy a fesztivál történetében is volt nehéz pillanat, amikor úgy nézett, hogy ki, hogy nem lehet megteremteni igazán az anyagi hátterét, és hogy nem lesz folytatás. Igen, volt is egy időszak, egy évet rá kellett húzni ki, ha 3 évenként van a Kecskemét Animációs Filmfesztivál, és előfordult, hogy nem 3 év, hanem 4 év múlva volt az egyik alkalommal. Pontosan a önállóságunk időszakában történt ez, mert eléggé el voltam foglalva az önállósággal, és nem úgy jutott idő és energia arra, hogy a fesztivált is szervezzem. De azért azt is sikerült áthidalni. Igen. Most én tudom, hogy rossztól kérdezem, de hogy igazából hogy kell ezt a díjat értékelni? Nem tudom az olaszoktól sajnos Igen. megkérdezni. Hát a következő, Garnier, ez egy nagyon szimpatikus filmrendező volt. Ő volt tulajdonképpen, aki az olasz animációs filmet megteremtette. Nagyon felvilágosult, intelligens matematikusként végzett,
Többek között ő találta ki az Európa meséi sorozatot, 40 film készült Európában, Magyarország is részt vett annak ide. 1924-ben született, és 85-ben halt meg. Ő volt tulajdonképpen az egyik kezdeményezője, hogy Európában megújjon az animáció, tehát Disney-t felváltsa valami egészen más, tehát a Halász Jánossal, magyar származású Halász Jánossal, egy John Halásznak ismernek az angolok. Többek között ő volt az, aki próbálta az egész európai animációt megújítani. Hát nagyon köszönöm, hogy befáltatok a stúdióba, és szívből gratulálok az elismerésekhez, és remélem, hogy további hasonló díjakról tudom majd beszámolni. Köszönöm szépen. Köszönöm.